Az MCU szénája jelenleg nem áll valami fényesen. Anyagilag persze rendre kifizetődnek ezek a produkciók, noha a vészharang már itt is kondult egyet, miután az ötödik fázis terindító kvantumánia számai, hát finoman szólva sem voltak erősek. A haba tortán az új fő antagonistáját hogy Jonathan Majors körüli botrány, akit családon belüli erőszak miatt tartóztattak lehetekkel ezelőtt. Mindez szinte teljes mértékben elkerüli a legújabb Marvel mozia galaxis őrzői harmadik részének bemutatóját, mely még azokat is érdekli talán, akik a negyedik fázis során kiszerettek a szuperhősökből. De vajon James Gunn hőn szeretett bandája méltóképp búcsúzik ettől az univerzumtól, vagy lassacskán tényleg elérjük a mély pontot ebben a műfajban? Az őrzők igyekeznek felépíteni egy békés társadalmat a tudástérben, de ez nem mindenkinek megy könnyen. Quill nem heverte ki Gamora elvesztését, Mordát pedig a múltja kísérti. Ez utóbbi aztán valós fenyegetésé válik, ugyanis az őt kreáló lény, aki az evolúció mestere névre hallgat, vissza akarja kapni a fegyvermániás mosómedvét, ehhez pedig minden követ megmozgat. A galaxis őrzőinek mindig is megvolt a saját kis buborékja a Marvel berekein belül. Persze fontos figurái voltak a Thanos elleni harcnak, de kalandjaik önállóan is megállták a helyüket, sőt az elmúlt néhány évben szinte mindegyik MCU alkotás ezt a fajta űroperát akarta megidézni, többnyire sikertelenül. Gunn stílusa, humora, jellemábrázolása kiemelkedőek a szcénában, és ezek a harmadik felvonásban is kulcsfontosságú elemek. Főleg a karaktereken át vagy bukott a dolog, az egyik legégetőbb kérdés, hogy mennyi újdonságot tudnak még mesélni villékről. Szerencsére van még bennük puskapor, szinte mindenki kapott egy újabb élt, réteget, noha láthatóan van, aki közelebb áll szívéhez a többieknél. Ahogy azt sejteni lehetett, ez elsősorban Mordály filmje, a sztori gerince az ő eredete köré épül, és ezzel is indít a film. Hozzáköthetők a legdrámai pillanatok, és a visszaemlékezései talán egyeseknél visszafoghatják a tempót, én speciál ezeket a szegmenseket élveztem az egyik legjobban. Hiába ismerjük a végkifejletet, rögtön kialakul az empátia a szereplők felé, és van kiért szorítani. Szintén érdekes utat járt be Nebula, aki igazi van a szigorú, de józan és igazságos, roppant szimpatikus alak lett. Gamoránál is jó esett látni valamit az erőszakos ényéből, de mindegyiküknek megvan a maga egy nagy jelenete, csúcspontja. Az új jövevények közül Kozmó hasznos és cuki, még ha nem is zavar sok pizet, akiért viszont nagy kár az Eden Warlock. Még csak nem is az a baj, hogy keveset látjuk, sokkal inkább a karakter teljes kiherélése. Lényegében egy ostoba a verő emberré degradálták, aki azért vicces, mert buta. A képregényekben ennél sokkal komplexebb alak, ráadásul az ereje thanos is nagyobb, vagy legalábbis vetekszik vele. Lehetséges, hogy a jövőben nagyobb szerepet kap, majd de a bemutatkozása eléggé méltatlan. Az evolúció mestere már sokkal érdekesebb, a világokat építő, a tökéletességre törekvő lénygonossága elsősorban abból fakad, hogy a számára nem hibátlan alanyokat nem veszi ember vagy éppen állatszámba. Itt jön a képbe az ideológiák és világnézetek ellentéte, ugyanis hőseink igyekeznek mindenkiben meglátni az értéket. Közhelyesnek hathat ez az üzenet, de Gán képes úgy megragadni, hogy az elhintett gondolatcsírák is működjenek ebben a közegben. Amiért mégsem vagyok maradéktalanul elégedett, az a bizonyos képzeletbeli fék, amit az MCU jelent. Számos esetben éreztem azt, hogy egy kifejezetten bátor és bevállalós filmet nézek, amikor valami igazán merészet léphetne, akkor mégis visszatáncol, mert azért ez mégiscsak egy Marvel mozi. Az akciók korrektek, egy vágatlan zúzdát külön érdemes kiemelni, de az összkép számomra akkor működött a legjobban, amikor a drámai boldalát kívánta csillogtatni. A galaxis őrzői harmadszorosan okoztak csalódást és tartják a szintet. A klasszikus formában talán elbúcsúznak tőlünk, de ezt abszolút méltó formában teszik. A végeredmény bár nem feltétlenül kiemelkedő, sok esetben visszaköszönnek a Marvel bugyutaságai és a komfort lépések, azért kár lenne elvitatni, hogy ezekkel az arcokkal mindig szórakoztató kalandozni. Különödítő, hogy továbbra is remekül elevickélnek a saját környezetükben, és nincs szükségük senkire, csak is egymásra. Talán éppen ezért szeretjük őket annyira. Aki itt nagy Eden vár, meg világépítést, hogy tovább emelik az ötödik fázisnak a tétjeit, az csalódni fog, viszont aki egy szintiszta galaxis őrzői élményre számít, az szerintem élvezni fogja ezt a kalandot. A hibái jelenére nálam is így történt, úgyhogy adok a filmre 75%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, gondolod köves Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtalod a leírásban, aztán legközelebb találkozunk. Csac!